No, itt is vagyunk, minden rendesen, annak rendje és módja szerint összeállt, kivéve a The Quarry című játéknak a patchet, emiatt most gyorsan megyünk és játszunk egy picit a Super Mario 3D World-el. Szerintem ennek a játéknak ez most már egy negyedik része lesz. Nem, mint hogyha nagyon bánnám egyébként, mert mind a kettő játékot nagyon szeretem. Csak annyi, hogy be volt tervezve a másik játék, és most nem akarok itt senkinek ezzel csalódást okozni, hogy tudjátok, hogy be van tervezve, aztán mégsem az van. Ne aggódjatok, nem játszunk sokáig. Mario szerintem maximum egy olyan fél óra lesz kb. 3-4 óra. De azért ez is egy elég királyjáték, és szerintem ez is teljesen élvezhető. Sőt, zseniális darab. Ettől a főcímtől mindig mosolyogni kezd az ember, önkéntelenül. Muszáj. 61 csillagunk van, nem, 75 csillagunk van, 61 életünk és 21 stampünk. Szia, Aquila! Kösz, hogy itt voltál. Ó, nem Peach-sel akartam volna amúgy lenni, de most már nem baj, így alakult. Csak neked akadt meg a stream? Nem kellett volna, hogy... Ja jó, igen, tehát hogy nálam nincsen gáz. Mint mondtam, tegnap este ott jártunk, hogy teljesítettük itt a világot annak rendje és módja szerint, hogyha meg akarnánk nézni, hogy mennyire, akkor itt ki is írná, hogy nagyjából még... Már ez a harmadik világ progressze, ugye? Tehát minden megvan, kivéve ez a vonatos pálya. A vonatos pálya az melyik pálya lehet vajon? Van még egy V3B. V3A, V3B. Itt valami még hiányzik, nem? Itt megvan, mindenki van maxolva, és itt is mindenki van max. Kivéve ott egy darab zászlónak a tetejére nem sikerült felugranom, a V2-2-ben, valamint a V2-A-ban, meg a V2 négyzetben nincsenek stempek elméletileg. Jó, én hiszek benne, hogy ez így rendben van. Bevegyünk és levegyük Bowsert még egyszer, kiszabadítjuk ezt a kis kék tündért. B, change. Így, oké, Mario-val, ahogy megszokhattuk, vele megyünk tovább. Szóval, hogyha túl hangos a játék. Jézusom, egy vonaton lesz fent a kis tündér, oda rakta el. Nézd, ott van fent azonnal. Egy csillag, amit nem kéne ott hagyni, Mario. Nice! Eddig eléggé szépen haladunk, és szépen sikerül minden... Hoppá! Úgy látom, hogy itt lesz egy... gyilkos eszközöm, amivel... Mi segíthetjük majd magunkat. Az most rám fog így jönni ilyenkor? Aha. Nem látunk még ilyen szuper pörgetjüket, de... Nézd, ezeknek is van izéjük, csillag. De hát ez így tök egyszerű. Ezek a csillagok tök egyszerűen összejönnek. Ezekből meg lehet coin farmolni. De jó. Ide viszont nem tudok átjönni, mert ezek nem képesek felfelé szállni. Oh shit, ott is van valami, és csak valami középen is van. Egy óriási gombaállat! Wow! Ezzel összeverhetem azt a nagy bigyót is. Elképesztően sietek előre. De nem tudom még, hogy miért. Összevertem a... Jaj, ne! Nem fogok eljutni a végére, az a baj. Oh shit, összetörtem a lejárónkat, kacok. Most mi lesz? Jaj, ne! És most ráadásul elveszítettem a... Hey! Az kicsoda? Maradjunk itt egy picit. De mit csinálsz ott bent? Te vagy az, aki bentről dobál kifelé. Na, még egyszer! De legalább meg lett kettő csillag elsőre, az már nem egy olyan rossz dolog. Az a Super Big Mario, az meg szerintem azért lett felvéve, hogy elrontsa nekünk a dolgainkat. Amúgy itt is lehet a peronon mellette menni. Mert akkor végigmegyek a peron. Jaj, ne, várj, jó. Még éppen, hogy csak sikerült felugrani. Láttátok, hogy mi van ott? Egy ilyen szuper izé levél, amivel lehetne akár olyat is csinálni. Hogy így, tudjátok, így lebegünk, mint a Mario Bros. 3-ban. Szia, MCA, jó estét, hogy vagy, mi a helyzet? Remélem, hogy jól vagy, és hogy jól alakult a mai napod. Tudom, hogy a King Arthur-t várod, én is várom. De még nem tudom, hogy a mai napon hogyan sikerül azt besűríteni a programba. Mindenesetre én már nagyon szeretnék vele játszani, mert a negyedik fejezetnél járunk, ugye? Amiben még bele sem néztünk ráadásul. Na jó, most akkor azt ott nem törhetem össze. Most kicsit vártam azzal, hogy felvegyük.
Összetörünk mindent. Ugorjunk csak bele, Mario. Oh shit, már nem tudtunk belemenni, mert ennyi eszem volt már megint. De az előbb a izé volt, a kis levélbigyó volt rajtam, nem? Jó, leszarom, megvan. Megvan a stamp, csak ez számít, hogyha még rosszul is, de legalább össze sikerült szedni. De milyen agresszívan dobálóznak? Hát képes vagy ráugrani arra? Haver. Jó, de meg lehet meg... Ó, oh, ne, ott volt lent egy... Jaj, ne! A harmadik csillag tutira ott maradt. Nagyon agresszívnak tűnik a hölgy, nem tudom pontosan, hogy mire kell gondolni vele kapcsolatban. Három darab izéje van, és hogy dobálja a shurikent? Nézd! És mindig az az igazi, amelyiknek a rózsaszín a bigyója? Várj! Oké, egyszer megvolt, most mi lesz? Most már négy darab lesz belőle. Megvan a negyedik, ez nem tudom, hogy sikerült, de szerencsénk volt. Megint itt van, hogy lehet, hogy mindig itt van, vagy csak a szerencse? Viszontlátásra. Ezzel a miénk lett az egy up, amit elveszettünk a pályán eddig. Szerintem a harmadik csillag egyébként abban a ízében lett volna benne a... abban a lemeneteli lehetőségben. A csajok veszélyesebbek és kiszámíthatatlanabbak a küzdősportokban. Wow, és ez, erről vannak ilyen tanulmányok, hogy ez igaz? Jó, segítünk, minden rendben lesz, ne aggódj! Ez egészen gyorsan ment, csak hát ugye még a stamp is megvan a harmadik csillag hiányában, azonban nem lehetünk annyira boldogok ennek a pályának a teljesítményével. Mármint a sajátunkkal inkább. Este kávé? Tényleg most sem mondod, ihattam volna egyet. Jaj. Még maradt egy adag krumplikás paprim. Úgyhogy azt tettem meg, de olyan finom volt. Én olyan jól főzök. Gyerekek, megőrülnétek. És jól laktam. Na, gyerünk közben. Menjünk a következő... Nem, bocsánat, meg kell ismételni. El kell, hogy menjünk oda a harmadik csillagért. Most itt áll kávét? Hát hosszú lesz még a ma este. De a kék tündér már is ki fogja nyitni nekünk a negyedik világot. Amin egy vonaton kell keresztül mennünk. Úgy hallom, igen, hogy sineket mahinált. Nem, egy igazi csövet. De... Na hát... És azzal a vonattal kell oda menni? Na várja. Az a vonat még nem úgy van. Szia Demeter, üdvözöllek. Mi a helyzet? Minden oké? Várjuk, hogy elintézze magát a The Quarry című játék, ami azóta is 20 megabyte per szekundumban írja az adatokat a Winchesterre, hogyha jól látom itt a jobb oldali monitoron. Én azt nem veszem fel, nem kell nekem mindent állandóan szétlőnöm, nem? Így most full nyugiba megnyomjuk, aztán csá. Így van. Ó, lehet, hogy lövöldözni jobb volt, mint ezekkel így szórakozni. De mindegy, most már ez van. Ó, meg... Az is tök jó volt, hogy eddig ezek nem nagyon tudtak minket elintézni. Hát, lehet, hogy... Igen. Lehet, hogy nem gondoltam meg túl jól ezt az egészet, de... Hát Istenem. Kell nekem a nagy gomba? Nem, mert akkor nem tudok lemenni. Már pedig én leszeretnék, mert ne gyertek már onnan utánam, Plash. Oh shit! Wow! De kicsikét a sokkal nehezebb, te hülye! Aszta! És most húzzunk el innen gyorsan. Mario, mit szórakozol? Gyerünk! Hál' Istennek! Nézd, át lehetett jönni ide! Ha nem jó jár. Szevasz! Ott van a harmadik csillag! Nagyon szépen köszönöm! Meg is vagyunk! Szia, páncélos róka! Hogy vagy? Mi a helyzet? Te nem mész oda... Na jó, akkor menjél fel. Nem, már megint ott hagytam azt a bigyót. Ó, Istenem! Megint meg kell küzdenünk a bosszal. Amúgy lehet, hogy... Lehet, hogy el is ronthatjuk akár. De hogyha már idáig eljöttem, akkor csak legyőzöm, nem? Így van. Megint fent lesz. Nem, most jobbra van. Hát, figyelj, nem annyira bonyolult ez a dolog, csak jól kell időzíteni az ugrálót. Kimondtam. Hát nem olyan bonyolult ez amúgy, hát figyelj, jól kell időzíteni, minden megvan.
Shit. Már ne lőjél le. Köszönöm. Eljöttem még a csillagért. Én felveszem ezt a dolgot, mert sokkal egyszerűbb volt az életem, amikor nálam volt, mint amikor nem volt nálam. Hogy lőtte ott el? Na ezt akarnám én viselni, ezt a leveles bigyót. Az a leveles bigyó az sokkal királyabb, mint a többi, ami nem leveles bigyó. Itt is volt egy szuper csillag. Itt lehet ezzel szállni? Nézd! De király! Nem is tudtuk, hogy ilyet is tud csinálni ez a kis figura. Hé, hey, Deárk, nagyon szépen köszönöm neked a 300 bites támogatást, a mindenedet. Nagyon hálás vagyok, nagyon szépen köszönöm. Igazán, tényleg köszönöm. És ez ekkorákat tűzel? Oké, de most óvatosnak kell lennem. El lehet lőni? El, és 3 coint adna. Oké, oké, oké. Mindenhogy jó lesz. Jaj, ne! Letépte rólam! Várj, wait. Ó, shit, ez kanyarodik. Itt van most egy ilyen dolog. Egyrésztről nagyon hülye arcot vág Mario, miközben ezt csinálj. Oh shit! Visszaütöttem a farkammal? Azt a mindenén! Ha az egyik meglepődésből esem bele a másikba, mi a fene folyik ebben a játékban? És most leesünk ide. Ez itt tök jó lesz. Ennyi? Várj, itt körbe lehet menni, ugye? Menj már! És mi lesz mögötte? Most szivatnak? Vagy üssem meg az orrát? Ez egy mosomaci? Annak mondják. Szerintetek mit kell csinálnom itt az orránál? Fel kellene ugranunk rá, vagy? Vagy ez csak annyi, hogy kijöhetsz ide, aztán a vonaterébe teted magad. Olyat ne csináljon soha senki. Legyetek olyanok, mint József Attila. Várj. Itt most lehet menni balra? Ne, Mario, ne szórakozz velem! Oh, shit. Hát jó, azért megpróbálni meg lehetett. Ez egy vörös panda? Nem tudom, de valami lompos farka van, az biztos. Na, még egyszer, most megvizsgálhatjuk természetes környezetében, hát tudod, hogy milyen? És nagyon hülye arcot vág, amikor így nyomja. És tud a farkával csapni, elképesztően durvákan. Szevasztok! Itt senki nem érheti el. Hogy bólogat, nagyon menő. Persze nem kell neki bólogatnia, az csak az én hülyeségem, hogy így nyomom ilyen erdján. Most felvehetném megint ezt, mert most már ezzel sokkal jobb lennék. Csak neki kell mennem mindennek. Ez gyakorlatilag a cheat módja ennek a pályának. Szevasz, kakasos! Ott volt egy piros kocka oldalt. Nem azzal kellett már valamit csinálni? Volt egy piros kocka oldalt. Hol? Várjál, Mario! Oké, meg vagyunk szerintem. De ez még mindig nagyon jön. Azt nem mondott komolyan, hogy ott el tud találni. Cheater ez a game. Nem tudunk kijönni ebből a pályából, elnéz. Soha nem szabadulunk meg ettől a pályától amúgy. De jó, hogy nyerem az extra életeket amúgy itt az elejénél. Tehát amúgy nem vagyunk szarok, csak mérsékelten vagyunk jók. Vagy hát nem tudom, a jó nem ilyen. Rugi sinem vagy. Igen, köszönöm. Köszönöm. Betöltöm a lézerágyút, megvárom, hogy mi van. Ilyen a sok csicskát, mekkorát csicskultak. Tök sok coin begyűjthető erről a pályáról. Kíváncsi vagyok, miért nem használtam... Vagy miért nem... álltunk meg itt farmolni eddig, hiszen tök jó. Tök élvezetes. Most akkor lejött rólam a szuperbomba vadállat. Amit, hogyha viseltem volna, végigmehetünk volna a pályán bele akár. A címet nem írod át? Nem. Mindjárt megyünk forrizni. Eddig szuper. Megvan minden. Hogyha odaát mentünk volna,
akkor még több coint lehetett volna kiszedni, nem? Lehet. És már így marad. Persze majd mindjárt megdobálsz, nem? Ne, wait. Igen, kicsit nehezebb lesz a dolog, de nem lehetetlen. Azaz! Na figyelj! Állítólag van itt egy... Ha ide feljössz, akkor ott lehet látni... Azt mondjátok, hogy van itt valami piros... Micsoda? Milyen piros négyzet? Vagy... Hol? Beleugorhatok itt a kemencébe? Ó, beszarsz! Gondolhattam volna, hogy valami titkot ide is eldugnak majd. És hogyha lemennék az orrához, akkor... meghalnék? Ott is van 3 coin. Ne es le már, jó? Óvatosba! Ííí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 
kocka oldalt. Ez? Nem, ez már annyi, hogy itt mehetsz vissza. Ennyi. Nem hiszem, hogy itt van valami. Nem Catrix Warrior, ezek nem pirosak, hanem ilyen téglaszínűek, amiket így kiütöttél már egyszer, azok válnak olyanná. Egyszer. Mindjárt a végére érünk ennek a pályának. Csodálatos lesz. És meg is kezdjük egyből a negyedik világon. Nice! Wow! Mindjárt kijön egy egész élet. És azzal visszarakjuk magunkat szerintem alapállapotba, mert kb. 61 élettel kezdtük meg ezt a mai epizódot, és szerintem annyival is fogjuk nagyjából elvégezni. Ott is van. Na, let's go! Ott van még a 10K. Hihetetlen idő adódik még hozzá az eredményhez. Szerintem ez egy laza 80.000 pont. Hit lesz benn! Annyira brutál arcok vannak. Éppen tegnap akadtam rá, valaki nyomta a Super Mario Odyssey-t. Hát hallod. 65K pont! Wow, milyen kerek. Speedrunban. De hát az szerintem ilyen abnormális. Úgy glitchelte a játékot. Bement egy csomó helyen a térképbe, meg buszustalan volt. Hát olyan volt, mintha egy Dark Souls őrületet néznék. Nézd csak, ennek elbetű van. Mert hogy ezt Luigi-val teljesítettük. Oké, mehetünk már is a negyedik világba. Azt gondolom, hogy ezzel most már itt nem kell szórakozni. Itt át lehet menni? Nem. Ott is megvolt minden. Itt megyünk tovább. Tetszett ez a harmadik világ, és nagyon ötletes pályái voltak szerintem. Viszont úgy látszik, hogy még nincs vége. Mi a fene? Ez valamilyen bónusz pálya lehet? Be van dugaszolva a cső, tehát csak is és kizárólag oda lehet menni erre a pályára. Egy csillagos. Valamilyen banket, valamilyen hisztokratával. Mi ez a hisztokrat? Csak nem valami kígyó. Lehet menni balra. 500 másodpercünk van a teljesítésre. Benézzünk mindenhová. Itt kapunk egy extra cica alakot, hogyha valaki szeretne nagyon kaparni, akkor itt megteheti. Így, né. És azon most át fogunk menni a másik oldalra. Egyetlen egy csillagot kell megtalálnom. Lehet, hogy egy bosszal fogunk megküzdeni, és a boss fogja majd odaadni? Szerintem megjöttem. De jó, ez egy gigantikus alomtálca a cicának. Olyan szinteken fogok belekakálni a kígyó szájába, hogy nem igaz. És ügyelek majd rá, hogy a mellső lábam van, még kívül álljak azért. A tálcából. Szevasz! Azt akarja, hogy ugorjak fel. De hát ez tök nehéz. Itt is van cica. Itt kell valahol felugranom? Ó, és akkor ugrasz végig. Aha! Nagyon hülyén ugrok. Elismerem. És hogyha feljössz ide, akkor... Értem. Jó, én nyerek. Ennyi. Kész. Most már megvan a taktika. Aranyosak így, jó? Nem is volt időm megfigyelni. Szerintem a cica azért aranyosabb, de... Egyetértek, hogy valóban tök király. Várj, képes vagy rá, Mario, megcsinálod! Nem tudod felmászni, bocsánat.
Nem lehetne onnan felugrani? Na, egy kicsit még nem vagyok... Nem vagyok mester az irányításnak, ezt el kell ismerjem. Innen már ráugorhatok? Rá ám. Jól néznek ki a bosszok benne egyébként, szerintem eddig mindegyik tök király volt. Lehet, hogy csak úgy megkapirgálni az oldalát. Tudják a fejüket, hogyha valahol elő fognak jönni. De nézd is, azt elfelé harabnál, hogy egy kicsit megnehezítsék a dolgunkat. Hoppá! És a harmadik is megvolt. Wow! A hihetetlen zöld csillag összeszedése egy másodpercen belül megtörténik. Szabadon áll a cica, ezt ír? Hát mindenféleképpen. Ez tírben van. Húzzunk el innen. Stamp nem volt ezen a pályán? Eldugva valahová? Itt nincs semmi. Ez egy ötletes kis boss volt. És hogy az utunkat állta, nem? Nem nagyon akart minket elengedni. Azt mondta, hogy addig nem mentek innen tovább, amíg engem széjjel nem versz. Mondta a kígyó, és azzal meghalt. Nincs eldugva egy badge, vagy mi az? Azt a mindenit, majdnem leszágódottam. Ott is van! Rosszak a csöcsör, hoppá! Angol billentyűzet? Ott egy kicsit lehet, hogy fordítva vannak a dolgok. Ja, hát ezzel megint megvagyunk egy pályával, ez most már így a második pálya. Nézzük csak közben a gémet. Nagyjából megvagyunk, oké. Akkor menjünk még egy pályát, hogy ne legyen azért annyira erdő a dolog, hogy tudjátok így, most két pályára bejöttünk, hanem menjünk még egyet, azért biztos, ami tuti, hogy a vodnak is legyen értelme megcsinálni egy kis rövid epizódot, és akkor utána már is belekezdünk a ma esti The Quarry-zásba. És 4 vodot kell majd megvágnom, mert ennyi eszem van, gratulálok. De azért remélem, hogy nem utáltok annyira, mert ennyiféle játék van egyszerre. Ez miféle világ lesz? Olyan, mint hogyha sivatagos lenne, de nem tudom, inkább ilyen... Hát... menjünk csak ide be, ez micsoda? Miért jöttem ide? Mert innen nézve látszik az egész világ. Aha! Sőt, egy titkot is lehetett látni valahol a másik irányban. Mi ez az első pálya? Már is letelt a 7 nap, nagyon gyorsan lement. Már olyanokat mutatott, hogy 30 hónap hallott. 30 hónap még mire a játékot játszhatjuk. Ú, itt nagyon-nagyon meleg van. Az ott mi volt? Egy coin? Remélem, igen. Nagyon meleg van ezen a pályán. A hőségtől teljesen meg vannak hűlve ezek a kis... Mik ezek te? Ezek hangyák? De miért csak fél hangyák? Honnan jönnek ki? Hogy bemehetek ide? Jaj, de ne bántsál már meg, te szemétláda! Hát de most miért kellett? Tehát kirágta a macskám lelkét. Édes Istenem. Pedig én csak a csillagokat akarom kergetni. De jó, hogy visszakaptam a cicámat. Ne, jó, be kellett oda nézni, hogy honnan jönnek ezek elő. Itt, hogyha felfelé mész, akkor meggyorsítod a folyamatokat, de... Nem ez a legjobb taktika, amit csinálhatsz, ráadásul és csak. Aha! Be tudsz mászni, Mario? Ah, Istenem. Megoldom. Ez az, ebben csillag lesz, ugye? Nem, egy darab Luigi-jel volt benne. Lehet, hogyha Luigi-val csináltam volna, akkor jobban működött volna valami? Lehet, hogy azért van ott a Luigi-jel sokszor, mert vele kellene teljesítenem ezt a pályát, hogy valamilyen bónuszhoz jussak? Ezek a Nintendónak ilyen kis apró, kis eldugott dolgai, de minden játékban olyan sokat pakolnak ezekből, hogy így egy sokadik végigjátszásra így full random rádöbbensz, és akkor teljesen megváltozik az egész játékról való perspektíván. Hogy ó, Istenem, hát eddig is csinálhattam volna így, meg na hát, ez milyen király kis rejtett dolog, meg ilyenek. Ott van fent a stamp! Nice! Na, engedd el, engedd el! Jesus! Mi a rohadt nehéz vele, de... Azért megoldom. Ezeket össze kéne törnöm? Nem látok egy zöld csillagot sem sehol, leginkább ez zavar most, hogy... Már a pálya idő fele lejárt, és még
Ja jó, megvan az első. Hát akkor jól csináltuk viszont, hogyha ez az első. Egy alap Fall Guys pálya, hogyha valaki ismeri már a menetét a dolgoknak, így kell megcsinálni. Ott lent van egy... Nézd! Értem én, hogy arra akar vinni, de ott alul be lehet menni. Mindenki látta, hogy ott alul be lehet menni. Nézd mekkora! Ó, oh, te szemét! De ez most miért csinálod amúgy? Azért van így, hogy... hogy ráugorjak, és akkor... Hát, de hogyha nem akarsz, akkor nem kell. Wow. Wait, hogy mászol fel oda? Cica alakban. Oké, megoldom. Gyerünk már, jó nyomod. Nice! Oké, megvan a második csillag. Azt mondta a kislányt, hogy anya, it's a me, Mario. Az it's a me. It's a néni Mario. Ott van a harmadik csillag is, a stamp is megvan. Szarás. Haver. Te már jó! Te mit művelsz? Jeez, te nehéz. És éppen, hogy azt a mindenit, de nehéz ez. Jesszusom, ez hülye. Wow. Oké, figyelj, mert most megfordul. Szia, Retemszín, nagyon szépen köszön. Hús, szarás. Na jó, hát idáig tartott a lendület. Idáig tartottam én is. De azért csak sikerült megcsinálni. Retemszín, nagyon szépen köszönöm neked. A 14. havi támogatásodat nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Remélem, hogy jól vagy, mesélj, mi a helyzet nálad. Be lehet ide jönni? Aha, itt van 3 coin eldupa. Hát sajnálatos volt, hogy így alakult. De most már nem szabad elrontani ebből a szituból, most már össze kell szednem a 10 000-et, és akkor az első pályával meg is leszünk mindjárt. Oké. Meg tudom ezt csinálni innen? Meg. Nagyon jó. Megértél a hangtól? Na hál' Istennek. Pedig nem annyira hangos, hát a beszédhangom is pontosan ugyanezen a szinten van, mint az alert hang. Jóó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 
négy legyen már egy boltban, nem? És most nem fogok utálni, hogyha megcsinálok még egyet, vajon? Á, úgyis mindenki csak a játék miatt jön. Mármint, hogy a Mario miatt. Senki nem is akar kvorizni. Szerintem csak én hittem azt, hogy ti akartok kvorizni. Aztán kiderül, hogy mindenki Mariozni akart volna. Meg most szegény izé kucsia csinálnak a kislánya a Magdi. Érted, ő is azért jött ide most az anyukája mellé, hogy nézhesse ezt a játékot. Tehát köszönjünk már neki illően. Mindenki csak a Mario miatt jön. Piranya Creeper Creek. Wow, hogy nyomulnak oda, néz. Mi a fene? Oké, kaptunk egy lehetőséget, hogy felgyújtsam az összes virágot itt a pagonyban. Szávas csak... Lenéztem a csetre. Mario, mit csinálsz? Mit szórakozol? Hallod, elmegy. Hallod, visszamennek. Jesszusom. Jó, ráugrik, és utána megcsicskítja, ugye? Hát, azért ezt nem nevezném teljes győzelemnek, Mario. Azért ez mehetett volna jobban. Oda... Ja nem, semmi. Ez itt alszik. Eddig aludt. Benyomom én oda a... Ah, no! Istenem, hát hogy lehetett így elrontani? Valaki sír itt, én hallom a hangját. Totális sírásokban vannak. Na jó, várjuk ki a sorunkat, és utána próbáljunk meg feljebb jutni ezen a helyen. Itt be kell mennem, ott... Hátulról az nem úgy megy. Pillanat. Ógre, bocsánat, valaki, nem szoktatok nekem irogatni. Közben messengerem, meg aztán pláne nem, de ógre nem hajlandó Discordot használni, ezért aztán nekem messengeren kell ilyenkor mindenféle szóviccet küldeni, hogy a halálba terrorizáljon. Nagyon szépen köszönöm, ógre, hogy gondolsz ránk stream idő közben is a szörnyű viccekkel. Amúgy remélem, hogy jól vagy, mert már nem látunk a cseten megnyilvánulni egy jó ideje. Lehet, hogy nincs is itt ógre. Jó, most akkor az ott remélem, hogy jól működik. Azaz, jó, egy csillagot sem szedtem még össze. Hogy mehetnék oda be? Úgyhogy innen beugrom. Ó, várj, ez egy...
Ne, ne üsd meg! Ah, mindegy, akkor menj el így. Az szar volt. Az, hát igen, az úgy nem nagyon volt jó. Hallod már jó? De ez így nem... Szerintetek ez miért volt ilyen? De most miért kellett így elcsalni a pályát? Hát nem akart felugrálni szépen egymás után. Full kamuban volt az egész. Majdnem megvolt, ja. Majdnem, sajna, csak majdnem. Gyerünk, gyerünk! És már megyünk is befele. Mert elrontottam. Erre még nem is gondoltam, mint lehetőség. Köszönöm szépen, hogy rávilágítottál erre a nagyon fontos tényre. Minden és oda a falra, aha. És akkor figyelj, 10 másodperced van, hogy megcsináld. Te szarházi. Mármint elnézést, kicsik most ne nézzenek oda. 5. Jó. De miért nem ugrasz akkor át? Mekkor át az előbb ugrottál? Full randomba nyomja? Hát de full randomba nyomja. Gyerekek. Az elsőre egy tök nagyot ugrik, aztán utána meg mégsem. Hát most már egyen már meg ez a valami. Hát van 60 életem, hát rápazarok 59-et, ha kell. Már inkább csak 58-et, mert egy maradjon már. Akarok mondani a manóba? Nem tudom miért, mit mondtam helyette, remélem semmi csúnyát. Bocsánat, hogyha a gyerekek hallottak valami csúnyát, akkor nem tőlem hallják. Én biztosan nem káromkodni járok a Teach-re. Hazudgálni dolgok. Nem is érdekelnek a coinok. Egyáltalán itt érdekelnek a coinok, nem azért jöttem. Na most figyelj, ide jössz és oda beugrasz. Ez a speedrun mód. Egy. Hogy? De miért nem csinálod azt, Mario, amit eddig megmondtál, hogy fogsz csinálni? Hogy lehet ez a csalás? Hogy lehet ez a csalás? Itt van is hall sajnos elég sok csúnya szót, de én nem mondtam semmi olyat. Te Csoki, te most spoilerezel? Meg ilyenek? Mert remélem akkor elhúzol, hogyha igen. Vágod, a játék első fejezeténél járunk. És még a címbe is bele van írva, hogy ne beszéljél már ilyen ízéket róla, hogy... Érted? Na figyelj, figyelj, figyelj! Gyerünk tovább egyenesen. Visszaugrik előre, befelé, és most nézzétek meg a részt, amit még soha nem láthatatok. Miért csinálod ezt velem? Júj! Júj! Oké, rájöttem, hogy hol kell... Hogy hol szeret a cápa. Rájöttem, hogy nem a szájánál kell, hanem egyenesen a háta közepére kell felugrani. Ez az. Hát, ez előfordul mindenkivel is. És így már csak gombát kaphatunk, mert alsóbbrendűek vagyunk. Gyerünk, gyerünk! És ott van. Figyelj, most meg lesz. Szavasz, Szerisz, hogy vagy, mi a helyzet? Egy. De miért csinálod ezt velem, Mario? Egy. Hát de hallod, de az előbb még tök jól ment. Hát ez akkora cheat. 5 életet veszítettem el ezen. Most már kaptam egy ilyen aranyizét. Ez mi? Ez mi? Ilyen eddig nem volt, ezt miért kaptam? Most csak hozzáérek bármihez és átengednek, de ez nem jó, mert ott fel kell ugrálnom, haver. Hát ez itt nem... Miért kaptam egy ilyen segítséget? Ennyire csicska voltam? Júj! Hát ez itt nem nagyon jó amúgy. Hát nézd, most minden meghal. Most hogy a francba fogok oda felmenni ezután? Mario! Hallod? Hallod? Most mondjam miért? Igen, jöhet. De most hozzáérek valamihez és egyből. Azzal nem spoilereztem, hogy mi volt a véleményem a gameről. Jó, de most szerinted kell nekünk ilyen ráhatás éppen a végjátszás kezdete előtt, hogy most akkor szar lesz meg izé? Mert azt szerintem az olyan csicska dolog.
ilyet így benyomni, hogy hát szar lett az összes játékuk az Antiadon után, meg ilyenek. Szerintem ez gáz. Ez így izé. Ez a várd meg, hogy milyen lesz, és majd elmondod a véleményed utána, Móki, inkább. Inkább ez lenne talán a helyes, nem? Tehát, hogy játsszátok végig, nézzétek meg. Kíváncsian várom, hogy ti mit gondoltok róla. Ez lenne szerintem megint csak a normális dolog. Nem az, hogy idejönni, amikor elkezdjük a játékot játszani, és utána egyből lecsicskítani. Tehát, hogy szerintem ez nem így helyes. Bocs, én nem így kommunikálok. Kivéve a pókemberrel kapcsolatban, mert az egy csicska. Ott van a stamp is eldugva. Tehát most megvan a második számú. Megvan a második számú csillagunk. Az első csillagot látjuk, hogy hol van, csak még nem tudjuk felszedni. Szerintem nagyon szép volt ma a haladásod a platina ügyekben. Néztelek ám, hát igazából lörköltem, mert indultam drága szüleimhez családozni. Így van, mert a Batman a menőbb. Na, hát nagyon, nagyon örülök neki, hogy végre valaki egyet ér. Örülök neki, hogy nem csak én vagyok ezen a véleményen, hogy azért a pókemberre most mégis. Milyen medve? Ez most a fehér óriás. És oké, ez most... De most bemehetek a lilába vele? Séki. Hallod? Én még ezt is képes vagyok elrontani. Wow! Hogyha túl sok életet veszítesz, akkor megkapod ezt a bigyót. Értem. Különben is a denevér megeszi a pókot. Így van. A válasz, nem mehetsz a lilába vele. De nem ám. Igen. Batman sem menő, túl animés vagyok, bocsász. Nem, akkor te nem vagy menő kucsi, nem a Batman. Na figyelj! És mindjárt megmutatom, hogy hogy kell teljesíteni ezt a pályán, de még egyszer be kell rájönnünk, most már látom. Mert ugye az elsőt nem tudjuk így összeszedni. Azt hogy lehet megcsinálni? Tudja valaki a gomb kombinációt, ami segít, hogy összeszed azt a izét? Jó, hagyjál, te meg izé. Ez is Fall Guys. Amúgy most már szentül hiszem, hogy a... Siessünk ezzel? Wow! A harmadik! Szentül hiszem, hogy a Fall Guys alkotói ezt a játékot fixen játszották. Tuti. Tuti vagyok benne, hogy nagyon sokat inspirálódtak ezekről a platform elemekről. A Batman még szerintem ismerő, pedig nem bírom a DC-t. Abszolút Marvel-es vagyok. Na tessék! Aha, már látom, hogy mit akarnak itt. Mire akarnak minket rávenni? Arra nem fognak minket rávenni. Jaj, de! Arra rá kellett volna! Na jó, azt hittem, hogy átverhetem a játékot azzal, hogy ott átlebegek. Hát, nem. Nem lehet olyat. Shit. A francba. Jó, még egyszer. Nem lehet ezt így. Nem lehet így hagyni. Hát a szemünk előtt van a cél, a szemünk előtt van minden, ami ahhoz kell, hogy meg lehessen csinálni. Azt a mekkora ilyen gömbbinyó. Szóval 2015 még mindig nagyon jó időben vagyunk. Hihetetlen időket futok ebben a játékban, ember még így nem játszotta a játékot, a speedrun megvalósul. Felvegyem ezt? Nem, mert akkor összecsicskítom magam vele. Felveszem azt, ami ebből jön. Így, és akkor tudok lövöldözni. Ezt miért csináltam? Mindegy, jó lesz. Menjél vissza! Visszamenjél! Na, nagyon helyes. Így meg is jönnek a coinok, hogyha veszítenék még néhány életet. Amúgy meg itt meg lehetne állni, kifarmolni néhányat, nem? Mert coinból amúgy nincsen hiány a pályán. Gondolom, hogy másik is látják, hogy milyen nehéz az, meg hogy milyen elemekkel kell megküzdenem. Vajon mennyire vetnek meg az emberek, ha azt mondom, hogy Marvel-ellenes vagyok? Egyáltalán nem, én is az vagyok. Teljesen megértem. A Marvel a szemétbe való. Csak a Batman létezik. Te ezt miért csináltad, Mario? De miért nem lőttél rá? Sietünk, figyelj. Tehát. Egy. Kettő. Ez hogy történhetett? De ez... Most már megállok. Most már nem érdekel egyáltalán. Most már semmi nem érdekel. Try again. Mondom, try again. Igen, újraindítom. De van ilyen. Most tényleg van ilyen, hogy ilyen full kiszámíthatatlan random, hogy most melyik részére fogsz ráérkezni, meg hova nem fogsz. Ugye a cica alak az azért van kitalálva.
nem érdekel, már mindegy, hogy miért van az az alak. Ha nem is cica volt, aztán a mosómedve, mit tudom én. Mindig benézem, amikor kimondom, pedig annyira egyértelmű volna. Már jó, ne siess, jó? Szépen lassan. Nekem a Son Goku a legnagyobb hősöm. Mert az erős volt, mint a rohadalom, az biztos, és azt nem vittem volna be a izébe Hős utcába emberkedni. Na figyelj! Na most látsz az, ami még nem volt eddig. Egy! Kettő! Három! Egy! Kettő! Szarok rá! De olyan jól ment az első háromig. És aztán mi ment félre? Mert szerintem tökre jól csinálom, csak valahogy a játék nem akarja, hogy jól csináljam. És szerintetek mi az, ami miatt nem sikerülhet? Menjél vissza. Rössz az egy upot. Nem jó az ugrástáv, azt mondja a szakértő. Azt most miért kaptam? Hát de az eleje nem bántott, a vége meg még. Na figyeld. Egy. Szarok rá. Figyelj. Hopp. És most. Nem. Nem már jó. Így menj. Na mindegy. Azt akartam volna, hogy... Nézd, ilyet csinálok, hogy így... Na, meg sem tudom mutatni. De tényleg is így kell. Majd mindjárt megmutatom, hogy kell megmutatni azt. Az egy nagyon komoly kitanáció. A lényeg az, hogy ugrásból fordulsz. Sprint után hirtelen fordulás, és ezt akartam volna csinálni, ezt nem tudom, miért nem adta be előbb. Lehet, hogy azért, mert nem volt sprint. Ó, te szemétláda, de már megint meg... Mindegy, csak menjél már, jó, gyerünk. Egy. Oké, már jó. Egy. Kettő. Hát. De most jó helyre érkeztem! De tök jó helyre érkeztem! Mi az, hogy nem lehet triagonálni? Mi az, hogy change-elem? Nem akarom change-elni. Hagyjál! Na azért, van azért triagon. A virág levámolja a mosó, mert én nem tudom, hogy mit művel, de szerintem elképesztően nehéz. Tök jó, hogy úgy rakták össze ezeket a virágokat, hogy a speedrunnerek. Itt, hogyha sprintelnek a map elejéről, akkor mindenféleképpen olyan periódusban kapják el őket, amikor össze vannak, vagy be vannak húzódva. Menj el innen. Úgy. És ez a mozdulat, ez annyira szép. Na figyelj. Koncentrálj. Egy. Te hülye. Nem baj. Egy. Fuck me. Egy. Kettő. De még élek. De még meg vagyok amúgy. Jó, azt hiszem, hogy az egyik legnehezebb dologgal találkoztam életem során, amit nem tudok egyszerűen megcsinálni, de nem érdekel. Akkor is megcsinálom. Jó lesz. Letöltött már a game? Na várjál. Megvan ebben is a szórakozás faktor, én úgy érzem. Egy nagy ugrás, egy vissza, egy befele, és most nézd. És figyelj, és neki fut a Mario, a falról nyomja. Egy! A falra nyomja! Te szemét! De várj! Mario! Várjál már! Láttátok a cselt taktikámat? A cselt! Hogy a falra nyomtam, és akkor ott ilyen lépcsőzetesen lehetne elmenni. Na, ezt fogom megcsinálni most. A következő részben. Amikor szétcsalom a játékot. Amikor hihetetlen módokon jutok el a célomhoz. Úgy, ahogy még ember soha. Mert a többi embernek valamiért jól működött ez, ami nekem most egyáltalán nem működik jól. Ja, túl rövid volt az előző pálya. Ez most egy kicsit több... Na jó, kussolok. Figyeld! Az elején jó volt amúgy. Egy ideig jó volt. Az elején még szerintem tök jók voltunk. Oké. Egy utolsót. De csak még egyet, mert már benne van a kezemben a mozdulat. Nem tudnék úgy lefeküdni, aludni, hogy ezt ne csinálnám meg. Viszont 2-21, az nagyon jó lesz, pont egy feles kezdése, az tökéletes, a csoda maga. Felveszed a coinokat, felveszed az életeket, nem is kell így csinálnod semmit. Szevasz, elektromos macska, mi a helyzet, hogy vagy? De nem volt jó szó, a narrátor.
Melyik mozdulat? Na majd mindjárt megtudod, figyelj! Tehát... Egy! Kettő! Három! Te hülye! De miért csinálja ezt velem? Hogy az alsó három az működik, a felső meg nem? Hát hogy lehet ez? De most kajak, látjátok ti is ugye, hogy az utolsó nem akar feldobni, hát de nem lehet így. De nem lehet, egyszerűen nem létezik, hogy ilyen szivatás legyen egy játékban. Hát most figyelj, szerencsétlen gyerekek meg izé otthon sírnak, hogy édesapjuk nem tudja megcsinálni nekik a pályát, mert a gyerekek egyértelmű, hogy erre nem képesek. De ilyen mozdulatokra egy gyerek nem képes. És én sem. Pedig azt igyekszem megőrizni magamban a gyereket, a figyeld! Most! Egy! Szar volt! Gyerünk, nyomjad! Egy! Kettő! Három, te szemét! Megvan! Ez az! Köszönöm, Lokibot! Köszönöm! Nehéz volt, de megérdemeltem. Szerintem mindenféleképpen megdolgoztam ezért. Köszi, Mokibot, köszi. Azt a büdös mindenit! De milyen nehéz volt amúgy! Hát de milyen nehéz volt? Hát ember még nem küzdött úgy, ahogy én. És milyen jó érzés volt végre kezembe venni. Várjál, mert a szupervilág azért még megkülteti az arcunkat, ha nem vigyázunk. Most nem vettük fel azt a, tudod mit, a csaló ízét. Ez nagyon hosszúra nyúlik ez a virág. Ne menj már neki, hát akkor menj neki, jó. Hát akkor így játsszuk. Játszhatjuk így is. Itt mit kapunk meg alul? Ja, az extra életet, amit elvesztettem, ugye ebből adnak vissza egy kevesen. Ez idáig eljön? Ah, ez nagyon veszélyes. Most miért jön ide? Kucsi azt mondja, hogy túl sok életet vesztettem, ezért a pálya megadja a lehetőséget arra, hogy szétverhessek mindent, amikor csak szeretném. És mit csinálsz? De most miért vagy olyan... ugyanabban a szögben érkeztem, mint előtte, de nem tetszett a game-nek. Jó. Mindegy. Csak jussunk ki innen valahogy. Valamilyen módon túl kell élnem. Egy csomó időm van, hogy megcsináljam. Szerintem meg tudom csinálni. Ez itt nem forog, az forog. Ez az. Gyerünk. Nem kell itt nagyon arcoskodni, nem kell felvenni itt a zöld coinokat, meg ilyen hülyeségeket. Te nem is mentél vissza. Az hülyeség volt. De mindegy, jó ez így most már. Azt a nem jó játék. Azt a... De miket nyom? Wow! Oké, most már csak be kell ugranom. Nem felejtjük el, hogy itt még egy 10 000-est össze kell hozni, azt hiszem, ugye? Mario! Wait! Várj, gondold meg ezt. Gondoljuk ezt át, jó Mario? Felvesszük a cica alakot. Ami most abszolút nem volt szükséges. A 10 000-et ki kell szedned, Mario. Most kell kiszedned a 10 000-et. Te hülye! Jó, nem baj, még van próbálkozásra lehetőség. Figyelj. De most miért csinálod ezt velem? Már megint nézd meg, milyen rohadt nehéz lesz. Wow! Azt a mindenit! Ez hogy történhetett? Úristen! Ezt kigondolta volna, hogy ilyen van. Felszállt, érted? Így, wow! Azt hiszem, hogy kivégeztem ezt a pályát. Azt hittem, még ezt a virágot is megetted. Hát egy kicsit még viccesebb lett volna, de nem. A második ütésben nem tudom, hogy felszálltam, és így wow! Na, oké. Ezzel kivégeztünk 3 pályát, a 2-t a 4. világból, és még ráadásul megcsináltuk Bowsernek a 3. kastélyát is. Ezen kívül volt még valami, nem? Valami random boss talán, nem tudom. De tök jól haladtunk, tökre király volt az egész. Ez valami egycsillagos? 22-26. Még van 3 percem, hogy összeverjem ezt, nem tudom mi ez, de megverem. Lássuk. Kicsit hosszú lett, ez a 4 pályás volt. Hát 3 pályás lett. Ezt hogy kell megverni? Várjál, biztos, hogy nem tudod megütni ilyenkor a cica alakban. Tudtira sokkal durvább ez, mint gondolnád. Ennyi. Nem lehet megbántani, amikor ilyen. Be kell löknünk. Fel lehet venni! Menj a lávába, te szemétláda! De hát onnan jött amúgy. Hó, aszta! Jó, oké, kicsit nehezebb lesz a dolog. Bár nem lehetetlen.
Most ebből még három lesz ilyenkor? Vagy hogy van? Megdobhatom a haverját? Wow! Oké, és most mi fog történni? Ja, hát ez ennyi. Kész. Én mondtam, hogy meg tudom csinálni. Dobd a 10-be, Frodo! Jaj, nagyon jó volt. Úgy hívják, hogy Geodude. Na! És mehetünk tovább már is a következő pályára. De nem ma, hanem majd legközelebb. 86 csillagunk van. Hát figyelj, 75-tel jöttünk be, 11-el több van, amikor megyünk kifelé. Én úgy érzem, hogy bár egy rövid VOD volt ez a mai, de remélem, hogy tetszeni fog a kedves VOD nézőknek. Remélem, hogy bejön nektek a cicás Mario Nintendo-ra. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a játékot, és szerintem nagyon jó kis szórakozás. Nem csak kicsiknek, de egyben nagyoknak is. Valahogy jobban ment? Hát igen, mert itt nem csalt a játék, mert annak a szarnak a hátuljáról nem lehet felugrani, csak mondom. Na, hát ennyi lett volna, tehát a Super Mario 3D World, ami még mindig egy kitűnő játék, úgyhogy tök nagy öröm nekem mindig elővenni ezt a darabot. Viszont már is mennünk kell tovább. Kaptok még egy gyors valamit, csak a váltás véget, és megyünk a Quarry-val játszani. Úgy nagyjából másfél órát kb. Úgy sejtem, hogy az lesz majd a... Az ideje. Automatikusan szével.